Tisztelt képviselőtársaim, kedves megjelentek, tisztelt média, illetve televízió nézők, 2024-es évünk első képviselőtestületi ülése ma január 25-én kerül megtartásra. Tisztelt képviselőtársaim, megállapítom, hogy a 15 fős képviselőtestületünkből 12-en jelen vagyunk az ülésen. Dr. Ébeli Szabó Tamás képviselő úr, Kovács János képviselő úr, illetve Szűcs Ildikó képviselőasszony nincs itt az ülés elején. Reményeink szerint később csatlakoznak hozzánk. Így egyúttal meg is állapítom, hogy a képviselő testületünk határozatképes a mai napon is. Tisztelt képviselőtársaim, megkapták a napirendi pontokat és az előterjesztéseket. Az elmúlt héten megtörténtek természetesen a bizottsági ülések, plusz anyagot azóta nem küldtünk a képviselőtestületnek, kivéve egy, ami egy kicsit később került kiosztás, ez a 2/2-es interpellációs válaszok előterjesztés. És mindenki megkapta a napirendi pontokat, viszont változtatást szeretnék kérni önöktől. Ugye 9 napirendi pontunkat nyílt ülés keretén belül tárgyaljuk, és a zárt ülés keretében pedig a 10-es, 11-es, 12-es, 13-as és 14-es számú napirendi pontokat. Itt szeretnék módosítással élni önök felé, mégpedig a 12-es, 13-as és a 14-es számú anyagot ügyrendileg visszavonom. A magyarázata pedig az, hogy egy széles körűbb kitekintést kell ezekben az ügyekben tennünk, és adott esetben egy következő ülésre visszajöhetnek ezek az anyagok, de nem vagyunk elégedettek az előkészítettségével. Tisztelt képviselőtársaim, akik egyetértenek a módosított napirendi pontokkal, azok kérem szavazatukkal jelezzék is ezt. Köszönöm szépen, döntésünk egyhangú, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett. Tisztelt képviselőtársaim, első napi rendi pontunk a két ülés közötti tájékoztató minden egyes alkalommal, de engedjék meg, hogy előtte néhány jó hírről tájékoztassam önöket. Van egy-két vendégünk a mai napon, akiket a testületi ülésre elhívtunk, és engedjék meg, hogy egy kis segítséggel, de bemutassam az ő tevékenységüket. Az első személy, akit a mai napon meghívtunk, Barát Enikő, egyébként ott foglal helyet a teremben. Fel is olvasnám az ő szakmai munkásságát. Barát Enikő táncművész, táncpedagógus, B.E. Bell álnéven publikáló magyar írónő. A Maraton kiadó alapítója, jelenleg tulajdonosa és ügyvezetője. Iskoláit Szentesen, majd Csongrádon végezte el a Magyar Táncművészeti Főiskolán, ma egyetem, diplomázott 2010-ben, később a Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karán végzett fejlesztő irodalomterapeutaként. 15 éven át volt a Szentesi Szilvert Tánccsoport Egyesület leigazolt versenyzőre, 2000-ben megszerezte első bajnoki címét junior 1 latin kategóriában, majd még ebben az évben standard táncokban is bajnok lett. 2000 és 2007 között minden évben elnyerte Szentesváros kiváló sportolói díját. Később évében junior 10 tánc magyar bajnok volt, többszörös országos bajnok és diák olimpiai győztes, a Zánkai Tánc Fesztivál szuperdöntő győztese, több alkalommal képviselte Magyarországot a tánccsoport világbajnokságokon. 23 évesen a Magyar Táncsport Szakszövetség valaha volt legfiatalabb pontozó bírója lett, táncművészként a színpadtól 2022 nyarán
mintegy 30 év után búcsúzott. Már az írásnak, a kiadó fejlesztésének, tovább az irodalomterápia népszerűsítésének és alkalmazásának szenteli ideje javarészét. Első regénye 2019 tavaszán jelent meg, Hazugok címmel, az Álomgyár kiadó gondozásában. Megjelenését követően két nap alatt a Bookline toplisták első helyezettje lett. Második regénye, a Megtörtek, vezette a Libri Bookline, Book 24 és Álomgyár előrendelési sikerlistáit, majd a megjelenést követően Libri sikerfalra került, és minden általános sikerlistán bekerült a top 3-ba. 2020-ban megalapította saját kiadóját, a szentesi székhelyű Maraton kiadót, amelyen keresztül azóta is publikál. Fejlesztő irodalomterapeutaként online személyes és egyéni csoportos terápiás foglalkozásokat tart. Célja az irodalom segítségével könnyíteni azokon a személyeken, akik az élet valamely területén elakadást tapasztalnak. Az év könyve díjra először 2022-ben jelölték három kategóriában is. 2024-ben megismétlődött a három kategóriában történő jelölés, amelyek közül egyet, de a leglényesebbet végül sikerült díjra váltani. Az év könyve díj jelenleg Magyarország legnívósabb irodalmi díja, amelyet nem csak szép irodalomban osztanak ki. Több mint 700 jelölt könyv és 160 ezer szavazat döntötte el, kik vehetik át a 15 kategóriában az év könyve díját. Olyan nevek mellett, mint Nárai Tamás vagy Leiner Laura, ebben az évben az életrajz kategória nyertese B.E. Bell, a Telepi lány című kisregény. Az a Telepi lány című novella sorozat, amely a Szentes Élet heti lap hasábján látott először napvilágot 2021-ben, a történet egy önéletrajzi ihletésű írás, amely B.E. Bell szerzőnő eddigi életének legfontosabb állomásait dolgozza fel, mindeközben bemutatva Szentesváros nevezetességeit, régi szívekhez kötődő helyszíneit, tehát az év könyve a Telepi lány című könyv. Úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon büszkék lehetünk írónő munkásságára, és ez egy szép koronája az eddigi szakmai életének és próbálkozásainak. Ezért úgy gondoltam, hogy legyünk büszkék mi közösen az ő teljesítményére. Mindenki valóban, aki a város hírnevét erősíti, és magát, a várost a lehető legjobban bemutatja, legjobb színben be tudja mutatni, azok számíthatnak arra, hogy elismeri őket a város. Ez a mostani sem történik másképp. Barát Enikő Szentesváros önkormányzata nevében polgármester általi dicséretben részesül, aki az Alexandra kiadó az évkönyve 2023 irodalmi közönségdíj nyertese életrajz kategóriában. Írói munkássága, városának szeretete, példamutató magatartása Szentesváros jó hírnevét erősíti. Legyen szíves írónő kifáradni. Tisztelt képviselőtársaim, van még jó néhány jó hír erre a mai napra, hogy majd haladunk előre az időben, de engedjék meg azt, hogy egyrészt nem kell bemutatnunk Faragó János urat, aki ugyancsak itt foglal helyet. Köszönjük szépen, elnök úr, hogy el tudtál jönni, bocsánat, tegező viszonyba vagyunk, a Szentesi Polgárőr Egyesület elnökeként. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, polgárőr mozgalomban végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Faragó János polgárőrt elnöki dicséretben és jutalommal részesíti dr. Túrós András
elnök úr, jutalma és dicséret ez. Tisztelt képviselőtársaim, nagyban hagyatkozunk hosszú-hosszú évek óta a Szentesi Polgárőr Egyesület munkájára. Mindenfajta magán vagy önkormányzati rendezvényeken, vagy akár állami rendezvények is szoktak ebben a városban lenni, a Polgárőr Egyesületre mindig számíthatunk. Ugyanígy számíthatnak a civil szervezetek is rendezvényeiken, hogy biztonságban akár forgalmat irányítanak, akár élet vagy vagyonbiztonságra vigyáznak. A Szentesi Polgárőr Egyesület nem csak Szentesen teljesít szolgálatot, de a kistérségben is, és az elmúlt időszakban a magyar határrendészetben is végeznek munkát, magyarul Magyarország állam határait is őrzik. Többször megköszöntük már a Polgárőr Egyesületnek azt, hogy ezt a tevékenységét egyrészt önzetlenül és minden térítés nélkül végzi a mi örömünkre és boldogulásunkra. Én úgy gondolom, hogy sok hálával tartozunk az önkéntes munkáért, és azért az önkéntes, felelősségteljes munkáért, amit az Országos Polgárőr Szövetség tagjai, de a Szentesi Polgárőr Egyesület munkatársai és tagjai is végeznek. Én szeretném egyrészt visszaadni ezt a kitüntetést Faragó János elnök úrnak, másrészt egy kis ajándékkal megköszönni a Szentesi Polgárőr Egyesület munkáját, és gratulálni Szentesváros önkormányzata nevében is ezért az elnöki elismeréshez. Munkavégzés, mert ugye János 27 éve a Volánnál van, és munkavégzésből kért szünetet, hogy itt tudjon lenni munkatársa. Igen, február 8-án nyugdíjra megy egyébként, mert ezt is tudjuk. Tisztelt képviselőtársaim, folytatnánk a megkezdett munkát. A két ülés közötti tájékoztatót szeretném önöknek felolvasni. December 15-én vármegyei közgyűlést tartottunk. Ugyanezen a napon a gondozási központ 2-es klubjában karácsonyi műsoron vehettem részt, illetve a Rákóczi Ferenc utcai óvodában családi kézműves és barkács délután volt. December 16-án a szezonban legelőször a Barta János Technikum szalagavatói ünnepsége volt itt fönt a Vármegyeháza dísztermében. December 17-én 3. adventi gyertyagyújtáson vehettünk részt, illetve ezen a délutánon koncert is volt a református nagy templomban. December 18-án Együtt Könnyebb Klub, valamint az Együtt Szentesér Egyesület karácsonyi ünnepségét látogattam meg. December 19-én a Gondozási Központ 3-as számú klubjában karácsonyi műsor volt, illetve december 19-én ugyanezen a napon egyeztetés történt az Üdülő Központtal és a Szentesi Vízilabda Klubbal. December 20-án kórházi osztályok és a mentősök részére ajándékot adtunk át, református idősek otthonában karácsonyi műsor volt, illetve a gondozási központ ÉNO, az értelmi fogyatékosok nappali otthona karácsonyi műsora is megtörtént.
ugyancsak nem ért véget az a délután sem, dr. Sipos Ferenc parkerdő otthonban és egy szép karácsonyi műsor, illetve a dr. Papp László Birkozó Egyesület évértékelője is aznap este történt meg. December 21-én szépkorú szentesi lakost köszönthettem Balog Imrénét. Egyeztetés történt Seregi Zoltán igazgatóról a Békés Csabai Jókai Színház igazgatójával, és mint ahogy szoktuk is zárni az évet, az utolsó közösségi program mindig a Hajléktalan Segítő Központban egy karácsonyi ünnepség és vacsora a HSK bentlakóival. December 22-én itt a hivatalban is azért évet zártunk, és egy karácsonyi gála is történt a színházban. December 24-e volt 2023-ban a negyedik adventi gyertyagyújtáshoz kapcsolódó utolsó vasárnapi nap, egyben szenteste napja is. December 27 és 29-e között egyhangban természetesen a képviselőtestület döntésével közigazgatási szünet volt a hivatalban. December 27-én itt a két ünnep között sajtótájékoztatót tartottam a sportcsarnok ügyében. December 29-én, hát így teltek ezek a két ünnep közötti napok, OTP-s szerződés aláírás volt, illetve a Szentesi Delfin ESC évzáró rendezvénye a SÉV Kft-nél. December 30-án újév búcsúztató hangverseny a színházban, majd január 1-én egy valóban 3-4 ezer ember látogatását magáinak tudó újévi tűzijáték volt 18 órától. Január 4-én a Bali Solar Kft. Jóvoltából, ahogy itt ígérte nekünk még a múlt évben, ahány napelemes rendszert telepítenek Szentes városában, annyi darab fát fog a városnak ajándékozni. Ez itt első körben 50 darab vérszilva fát ültettünk el a Csongrádi úton. Szeretnénk egy olyan városkaput teremteni ezzel, ami természeti megjelenésében is szép, minimum ott a májusi hónapban. Hogy mondjam el, mert volt ebből kérdés a közösségi médiában, tehát olyan típusú vérszilvafákat ültettünk, olyan hibrideket, amelyek nem vagy nem igazán termelnek gyümölcsöket, tehát a virágzás után a gyümölcskötés nem történik meg, tehát nem kell attól félni, hogy ott az úttest vagy pedig a járda a gyümölcsökkel lesz teli. Január 4-én egy egyeztetésen jártunk Budapesten, a budapesti állat- és növénykertben. Szeretnénk egy kompozíciót az állatkertből lehozni Szentes városába, és talán kapcsolódni majd a városnapok ünnepségére. Az állatkertben egy nagyon komoly kiállítás van lámpionokból. Nem szeretnék többet ebből lelőni. Amennyiben a jövő heti tárgyalások jól alakulnak, akkor egy üde színfolttal tudnánk gazdagítani a Szentes városnapok rendezvényét. Január 5-én elkezdtük az Európai Szociális Alapos pályázati lehetőséget, erről később természetesen képviselőtársaim egészen sokat fognak majd tudni. Erről egy egyeztetés, ami a TOP pluszos programhoz kapcsolódik. Január 8-án szépkorút köszönthettem újra Kovács Istvánné személyében, illetve ugyancsak ez az SZ-s egyeztetés folytatása történt meg. Január 9-én aktív turisztikai egyeztetés történt Gémes László elnök úrral, Csáki Béla alelnök úrral a megyei közgyűlésből, illetve Valkai Zsolt, Rak László és a saját munkatársainkkal. Ez az aktív turisztikai egyeztetés, tehát ez egy megyei pályázatról beszélünk, ennek a konzorcium vezetője majd a Csongrád-Csanád vármegyei önkormányzat lesz, de Szentes városa is konzorciumi tagként épül be ebbe a pályázatba. A pályázat pedig arról szól, hogy az a bizonyos kurcakör az megvalósításra kerüljön. A kurcakört már úgy értve, hogy a kurca kezdeténél, ott ugye a körösből kezdődik a kurca, teljesen végighajózható, illetve kenúzható és kajakozható állapotba kerüljön, és Mindszentnél pedig vissza
lépve a Tiszába egészen vissza a Csongrádig föl lehessen jutni vízi járművön. Itt még a pályázat egyrészt arra gondol, hogy a műtárgyaknál és a hidaknál ki- és belépési lehetőség kiépítése tartozik ebbe. Tehát magyarul, aki eljut egy műtárgyig, mondjuk éppen a kurca kezdetétől a 2-es zsilipig, ha jól mondom, akkor ott majd biztonságos és kiépített körülmények között tudja kivenni ezt a vízi eszközt, és a zsilip után pedig visszarakni. Ez az alti vízikkel is természetesen le van már egyeztetve, és így tudja végig csónakázni, kajakozni, kenúzni a kurcát. A pályázat még arra is gondol katamarán jellegű kenukra és kajakokra, amely akár a mozgásukban korlátozott személyeknek is, vagy akik egyensúly zavarral, vagy nem föltétlenül komoly kajak tudással rendelkeznek, ők is biztonságosan meg tudják majd ezeket a távokat tenni. Szentesen a közigazgatási területünkön 6 helyszín lesz ebbe bevonva. A legnagyobb része ennek a pályázatnak Szentes közigazgatási területéhez kapcsolódik, ezért is lépünk be majd, mint konzorciumi tagok. Január 10-én egyeztetés történt Uvradi Sándor igazgatóval, illetve egyeztetés ugyancsak a dr. Lakos Sándor teniszklubbal, ifjúsági kerekasztal, tárgyalás volt itt bent nálunk, illetve a Csodafiú Szarvas rendezvény előadás és DVD lemezek bemutatása is megtörtént. Január 11-én egy nagyon kellemes kötelességnek, ezt nagyon idézőjelesen mondom, természetesen tettem eleget. 103 éves lett Balogh Sándorné Terike néni, aki a gondozási központ Nagyörvény utcai klubját látogatja rendszeresen, mint ahogy tegnap is mi ott találkoztunk. Ő volt nekem a legelső, akit 2020. december 20-án kerek 100 éves korában köszönthettem. Hál' Istennek nagyon jó egészségnek örvend Terike néni, és nagyon jó humornak is egyúttal. Ezt a egyeztetéseket folytattunk, úgy néz ki, ez már lassan majdnem mindennapos lesz. Január 12-én a Donkanyar áldozatjának emléknapján természetesen itt Szentesen is megemlékeztünk a Donkanyar hőseiről. Köszönöm szépen a Szentesi Rendőrkapitányság munkatársainak, a Művelődési Központ és természetesen a Polgárőr Egyesületnek, nem kihagyva természetesen a Műszaki Ezred katonáit, akik segítkeztek ebben a városi megemlékezésben. Január 15-17-én, tehát mintegy három nap alatt, három alkalommal a legfontosabb dokumentumunk egyeztetésének időszaka volt, ez pedig a költségvetési egyeztetések időszaka, amelykor is ugye az intézményeinknek és a gazdasági társaságainknak az első benyújtott költségvetési tervezetét ismerhettük meg az ő elmondásaikból. Következő hónapban, február 25-e, 6-a környékén, pontosan nem emlékszem a csütörtöki nap dátumára, akkor, amikor majd közösen meg kell alkotnunk Szentesváros önkormányzata 2024. évi költségvetés rendeletét, az viszont egy picit elszomorított, hogy ezeken a tárgyalásokon kizárólag a Jövőnk Szentes Egyesület képviselői vettek részt. Január 16-án 2024 első babáját köszönthettem, illetve 2023. decemberében született Rézi, Harsányi Rézi, aki különlegesség mostanában, mert ugye a szentesi szülészet ugye nem üzemel mindannyiunk nagy fájdalmára, viszont Rézi olyan gyorsan gondolta a megszületést, hogy ő itt Szentesen a saját lakóházukba megszületett, mire a mentők értek, pedig nagyon odaértek a helyszínen, tehát ő egy valódi, ez is idézőlbe természetesen, Szentesen született bébi. Január 18-án elismerést vehettek át ketten is itt a hivatalomban életmentésért. Mindez történt a Nagyörvény utcán a Kísérben, ahol is idősebb hölgy, 79 éves hölgy, aki elesett az udvarán, majd mintegy 7-es óra hosszán
keresztül feküdt az egész napos esőben, kint abban a hőmérsékletben, de hál' Istennek szomszédjai időben észrevették, még bár 2 napig a kórházban alig lehetett a testhőmérsékletét visszaállítani a normára, de hál' Istennek a felépülés megtörtént, és így valóban egy életmentő cselekedet elismerése történt meg. Január 20-án szenior OB és nemzetközi összesített sprint verseny volt a Delfin ESC szervezésében. Ezen magam is részt vettem, illetve köszöntöttem a közel 300 versenyzőt, aki ezen a szentesi programon részt vett. Január 21-én a Gerec Elemér Sporthorgász Egyesület közgyűlése volt itt a megyeházán. Tudni kell a Gerec Elemér Sporthorgász Egyesülettől, mint hogy megyei szinten és országos szinten is a horgászok, itt városunkban is közel 1200 fős tagsággal a legnagyobb civil szervezetünk. Január 22-én korán reggel egyeztetés történt a MVLS-szer, a Magyar Vízilabda Szövetséggel Budapesten. Madaras Norbert elnök úr adott lehetőséget, hogy egy kicsit jobban megismerjük egymást, illetve összerakhassuk annak lehetőségét, hogy a szentesi vízilabda mindannyiunk vonatkozásában, ez már legalább 4 résztvevős, mint Magyar Vízilabda Szövetség, Szentesi Vízilabda Klub, Szentesi Üdülőközpont, illetve Szentes Város tovább tudjon folyni, és minél több lehetőségeket tudjunk közösen együtt kiaknázni. Igyekeztem vissza, mert hogy 13 órakor már a Csongrád Csanád Vármegyei Iparkamara ülése és előadás, illetve rendezvénye volt meg. Itt mindegy 1 óra hosszában mutattam be a Csongrádi Iparkamara érdeklődőinek, többek között dr. Kőkuti Attila elnök úrnak is, Szentesváros történését az elmúlt évek viszonylatában és egy kis kitekintéssel 2024-re. Január 22-e, mindannyiunk teljesen pontosan tudja, a Magyar Kultúra Napja, Kölcsei Ferenc himnusz kéziratának befejezésének időpontja. A hangversenyközpont ad teret minden évben, de természetesen a többi intézményeink, akár Szentesvárosi Könyvtár, vagy a Szentesi Kossuth József Múzeum is szervez erre a napra a Kultúra Napja vonatkozásában rendezvényt. Együtt tudtuk a hangverseny központban ezt megünnepelni. A városunk önkormányzata ilyenkor egy kis díjjal ismeri el intézményeinknek azt, hogy a magyar kultúra eszmeiségét tovább ápolják és gyarapítják, illetve fejlesztik a következő generációinkban. Január 23-án újabb aktív turisztikai egyeztésről voltak itt Szegeden. Ez ugye, ha jól emlékszem, akkor 2 nappal ezelőtt volt. Január 24-én egy újabb film kapcsán Banner Szűcs Lóránddal egyeztettünk itt, akik itt egy kicsit régebbi képviselők tudhatják azt, hogy Szűcs Lajos alpolgármester úr fiáról beszélünk, aki több filmben is együttműködő munkatárs, egyéb más volt, ezt pontosan nem ismerem, de úgy néz ki, hogy készülhetne egy újabb szentesi film, szentesi, budapesti más helyszíneken is, ahol önkormányzatunk, amennyiben be tudunk segíteni, már pedig olyan aspektusok vannak, ahol be tudunk majd segíteni, akkor egy újabb lehetőség lehet az, hogy a filmvilágban Szentes nevét tovább is ismerjék, akik eddig nem ismerték, megismerhessék. Irodalmi délelőtt volt a gondozási központ 2. klubjában, megmondom őszintén, nekem egy nagyon komoly kikapcsolódás volt a tegnapi délelőtt. Én nem tudtam azt, hogy Várkonyi István író, csongrádi író, aki 100 éve született és 20 éve távozott el közülünk, ilyen komoly életművel rendelkezik, több mint 2000 verset írt, és most egy újabb kötete lett bemutatva csongrádi előadásban, illetve ott a Csongrádi Könyvtár igazgatója például, illetve Csák László, bocsánat, ha jól emlékszem, ő megzenésített verseket adott elő. A Mosolygósabb Régióért szervezésében volt mindez, és természetesen a gondozási központ Nagy Örvény utcai klubjában. Nagyon komoly érdeklődés volt, alig volt hely, ahol le tudtunk még ülni, de igazán szép volt az előadás, is nagyon értékes.
január 24-én kora délután a Keraform műhelybe látogattunk még el. Ez Börönte László műhelye, biztos már a közösségi médiából értesülhettek róla, hogy ott azok az elkészült szobroknak a bemutatása szakmai művészi szemmel megtörtént. Tisztelt képviselőtársaim, elnézést, még kettő dologról mindenképpen beszélnem kell. Egyrészt Sőrész Zoltán külsős bizottsági tagságáról január 3-án lemondott. Ez 17-ével elfogadásra is került. Érdeklődtünk természetesen a kormányhivatalnál, mivel a választások előtti utolsó évben újabb és újabb szabályok léptek életben, például időközi választást képviselők tekintetében nem lehet tartani, bizottsági tagot lehet választani, amennyiben úgy látjuk majd akkor a helyére bizottsági tagot választunk. Az SMS-ünk most úgy szól, hogy a bizottságok amennyi taggal meglettek állapítva, azaz SMS-ünk által érvényben lévő szabályzat. Amennyiben választunk új tagot, akkor marad az eredeti SMS, amennyiben nem, akkor az SMS-t kell itt majd módosítanunk. És tisztelt képviselőtársaim, sokszor elmondtam, reményeim szerint talán soha még egyszer el nem kell mondanom, de nem nagyon telik el úgy időszak a két ülés között, hogy ne veszítsünk el nagyszerű embereket. Szeretnék felolvasni rövid összefoglalókat három személyről, akit sajnos az elmúlt időszakban veszítettünk el. Sziklai Sándor festőművész. Juhos Sándor néven született, több mint két évtizedig volt Szentesváros ikonikus alakja. Debrecenből került Szentesre, láthattuk, amint a központi ABC-nél vagy a Fehérháznál képeit árulja, és felismerhető volt ő maga is jellegzetes kalapjáról. A galériában és a könyvtárban is voltak kiállításai, 2007-től vezette a Paletta alkotókört és a Sziklai Festőcsoport néven működő szabadiskolát Szentesen 2018-ig. 2008-ban Csongrád megye alkodói díját kaphatta meg. 1965-től mintegy 100 vers jelent meg a napilapokban, 1966-tól irodalmi folyóiratokban is. Írt néhány mesét, gyermekszínpadi művet, megyei lapokban és különböző újságokban esszéket, glosszákat, más műfajú írásokat is publikált több kötetnyi mennyiségben. 2012-ben Örökség címmel közös verses kötete jelent meg idősebb fiával, Juhos Lóránttal. 2013-ban ezt a kötetet kiállítással egybe kötve mutatták be részünkre. Juhász Márta építészmérnök. Őt mindannyian, talán még Sziklai Sándornál is jobban ismertük. 1938-ban született Kémesen, diplomáját 1961-ben szerezte meg, 1962-től Csongrád megyei tanács tervezővállalatánál dolgozott. Munkai során változatos építész feladatokat tervezett, több nívódíjban is részesült, a Csongrád megye alkotói díj, Csongrád megyei évlakóháza pályázati díj birtokosa. Munkássága során elsősorban a Délalföldön dolgozott, építészként és belső építészként is, Csongrádon, Békésen, Gyulán is. 1995 és 2009 között volt Szentesvárosának főépítésze. Városunkban nevéhez fűződik a Fehérház, üzletek, szolgáltatókkal, képtárakat és a 96 lakást magába foglaló épületegyüttes, a Szentesi Ravatalozó és a Szent Miklós tér melletti háztömb rehabilitációs terve, az Aponyi téri óvoda, az ifjúsági ház, a parkerdő otthon tervezése és nagyon-nagyon sok más magánjellegű tervezés is. És sajnálatos módon még egy nevet kell önöknek megemlítenem, dr. Keresztes Attila baleseti ortopéd és általános sebész főorvos nevét. Általános orvosi tanulmányait 1984-ben fejezte be a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, és ezt követően került a dr. Bugyi István kórház traumatológiai osztályára Szentesre. 1990-ben baleseti szervészetből, 1994-ben ortopédiából és 1998-ban általános sebészetből szerzett szakvizsgát.
1996. októberétől a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház sebészeti osztályára került, ahol 2007. májusáig dolgozott. Részt vett a betegek traumatológiai, ortopédiai és általános sebészeti ellátásában. 2007-től ismételten szentesen dolgozott a sürgősségi osztályon, de mellette Hódmezővásárhelyen a traumatológiai és ortopédiai szakrendelést is folytatta 2022-ig. Orvosi hitvallása volt, hogy fájdalommentes mozgás az egészséges, teljes értékű élet alapja. Munkája során mindent megtett azért, hogy a legjobb ellátást biztosítsa betegei számára, és visszaadja az aktív élet lehetőségeit nekik. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében, emlékét természetesen mind a három személynek a saját Pékingben és az ő nagyságaikat figyelembe őrizzük meg, és kérem is a tisztelt képviselőtestületet, hogy egy perces felállásra álljunk fel közösen. Bocsánatot kérek, még Móra József kért szót, elnézést kérek, őt még meghallgatnánk, biztos, hogy idevágó. Tisztelt polgármester úr, azt hiszem, hogy a felsoroltak nem fognak megharagudni érte, és nem fognak megsértődni, hogyha január 27-én a Holokauszt Nemzetközi Világnapja alkalmából is szintén fejet hajtanánk a szentesi áldozatok előtt. Köszönöm szépen, természetesen egyetértve, és köszönöm szépen, hogy a dátumot újra, mint egy emlékezve, nekem is elénk tárult a képviselőtársam, úgyhogy így kérném azt, hogy egy perces néma felállással adózunk emlékeik előtt. Tisztelt képviselőtársaim, a két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban kérdésekinek van. Agócs Lászlóné képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tulajdonképpen nem kérés, hanem köszönet. Én szeretném megköszönni az önkormányzatnak, a civileknek, az egyházaknak, vállalatoknak, vállalkozásoknak és minden egyes magánszemélynek azt a karitatív tevékenységét, amit a karácsonyi ünnepségekre és a karácsonyi csomagosztáshoz hozzájárultak. Ezzel több száz szentesi lakosnak, családnak nagy örömöt szereztek, és kicsit szebbé varázsolták a karácsonyi ünnepet részükre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtársaim, véleménye a két ülés között elhangzottakkal kapcsolatban kinek van? Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, aki a beszámolót elfogadja, azt kérem szavazatával jelezze ezt. Köszönöm szépen. Hornik László képviselőtársam nem szavazott. Igennek vehetjük a közön szavazát. Köszönöm szépen, tehát akkor 14 igen, nulla tartózkodás mellett a képviselőtestület a beszámolót egyhangulag elfogadta. Tisztelt képviselőtársaim, következő napirendi pontunk, ugye a kettes számú napirendi pont, interpellációs válaszok napirende pontja. Kettes számú napirendi pont alatt kérdezem először, Szűcs Ildikó képviselőasszonyt elfogadja a választ. Köszönöm szépen, polgármester úr. Két interpellációt adtam be még novemberben, és köszönöm a választ. Köszönöm, hogy nagyobb méretű tábla lesz kihelyezésre a liget bejáratánál, hogy kutyát nem lehet bevinni, illetve köszönöm, hogyha figyelemmel kísérik ugye a Kurca part projekt kapcsán
a makai lejárónak a megtisztítását, mert nagyon ráfér, és elfogadom a választ. Köszönöm szépen. Bújdosó Tamás Károly képviselőt kérdezem. Köszönöm szépen. Ugyancsak kettes szám alatt Pásztor Antal képviselőt kérem. Köszönöm szépen, illetve Hornyik László Károly képviselőrat. Köszönöm szépen. 2/1 alatt kérdezném Szűcs György képviselőrat, elfogadja a választ. Köszönöm szépen. Illetve a következő, egyben utolsó interpellációs válaszok. 2/2 alatt kérdezném Hornyik László Károly képviselőrat. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A magyar térségeknek fél évszázados álma valósulhat meg, amit interpellációm kapcsán Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr leírt. Ebbe az utolsó sort olvasnám fel. A fenteknek megfelelően a magyar térsi bekötőút kül- és belterületi szakasza egyaránt szerepel egy-egy felújítási listán. Arra kérem szépen, polgármester úr, hogy a közutat rendszeresen emlékeztessük el a pontos számok, itt le vannak írva erre a válaszra, és polgármester úr, kérem, hogy a megyei közgyűlésen a belterületi úttal kapcsolatban tegyenek meg mindent Szenteshez kötődő megyei közgyűlési képviselők azért, hogy a belterületi rész is meg legyen javítva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, mivel több válasz a birtokomban nincs, így interpellációk napirendi pont. Tisztelt képviselőtársaim, akiknek halaszthatatlan közügyel kapcsolatban interpellálni szeretne most szóban, az meg is teheti. Krausz Jánosné képviselőasszony. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, a Város Ellátó Intézményhez szeretnék 3 interpellációt benyújtani. Az Aponyi tér 23 előtt, 5 évvel ezelőtt történt meg a parkoló teljes felújítása, és hogy ez akkori vagy bár akkori hibára, vagy kivitelezési hibára vezethető vissza, a csapadékvíz elvezetés nem működik. Amikor eső van, akkor bokáig érő víz áll az egész ház előtt a parkoló részen, ami egész a lépcsőházig felhúzódik. Szeretném kérni, volt már egy helyszíni bejárásunk, hogy a csapadékvízelvezetést vizsgálják már fölül. Köszönöm szépen. A másik, a Bercsényi út 23-25 szám alatt olyan méretű rongálódás történt a járdában, hogy ott idős emberek laknak, már kikerülik azt a szakaszt, kimennek az útra, ami azért baleset veszélyes, mert a járdán közlekedni is veszélyes már nekik. Botladoznak rajta, csúszkálnak. És a harmadik, kaptam én egy olyan ígéretet, hogy a központi ABC elé kapunk olyan elárusító asztalt, ami fedett tetővel rendelkezik, hogy szeretném emlékeztetni a tisztelt városellátót, hogy mire jön a tavasz, mert most télen nem nagyon van ott árusítás, de mire jön a tavasz, hogy szeretnénk, ha ezek kihelyezésre kerülnének oda. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kovács János képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! Valamennyi képviselőtársammal együtt én is többször interpelláltam a milyen szigetek, segítsetek. Szelektív gyűjtőknek a áldatlan állapota miatt. Hát kétségtelen, hogy most aztán tényleg megoldották, mert az összeset összeszedték. Csak kérdezem én, és gondolkodásra kérem a tisztelt testületet, hogy ez most megoldás? Tehát gyakorlatilag azt tudjuk, nagyjából tudjuk, legalábbis csak sejtjük pontosabban, hogy is lesz a jövőben a üveg és műanyag visszaváltás, pontosabban az üveg visszaváltás, hogy majd a boltok lesznek, de hát ez is csak a második fél évtől lesz. Tehát most miért kellett összeszedni ezeket a gyűjtőhelyeket már fél évvel korábban? Tehát azt tudom, nekem is mondták, hogy vigyem ki a hulladék
megőrzőbe, oda elkerülő út mellé. Na de hát könyörgöm, az egész várost oda irányítjuk, hogy vigyék ki. Hát, tehát ez no sense, tehát véleményem szerint ezen sürgősen, de nagyon sürgősen változtatni kell. Egy az, hogy nincs kiforva még, hogy hogy történnek a visszaváltások. Azt tudom én amennyire, hogy egy applikációt kell majd telefonon letölteni, és úgy tudja az ember visszaváltani, de hát most azért nem bántva senkit, de hát azért rengeteg ember nem képes arra, vagy nem is tudom, hogy erre megy a fejlődés, de hát nem képes arra, hogy ezt majd véghez vigye. Tehát ezen sürgősen változtatni kellene. Annó én tettem egy javaslatot, hogy Dunántúlon hogy van, hogy ott egy hónapban egyszer körbe mennek, és ugyanúgy, mint a papírhulladékot, az üveghulladékot is összegyűjtik. A szelektívek meg azért lett volna egyébként jó, hogy kint maradnak, mert nem a szelektívvel volt a probléma, hanem az, hogy ritkán ürítették, és telve volt nagyon sok esetben. Jó, pár polgártársam természetesen trehány disznó volt, mert mindenféle szemetet ott rakott le, de hát akkor sem megoldás, ami most van. Ez a kérésem, hogy ebben valamilyen lépést próbáljunk tenni. A másik pedig, a héten nem volt sportbizottsági ülés, és azt szeretném kérni, hogy az előző évekhez hasonlóan a sportbizottság a 3/12 részeket a sportegyesületi támogatásokban utalja ki. Annál is inkább kérem ezt, mert itt évelején vannak a játékvezetői díjak befizetése, tehát egyéb költségek azért fölmerülnek, és nagy szükség lenne a sportegyesületeknek erre az összegre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csak hogy a téma forró maradjon, Kis Csaba István alpolgármesternek adnám át a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt Kovács János képviselő úr. Egy néhány gondolatot szeretnék önnel itt megosztani, és nyilván ezáltal a televízió néző kedves szentesi lakosokkal is. A közelmúltban jó néhány fórumon elmondtam, ami ezügyben történt, és amit kell erről tudni ma jelenleg. Valóban a megmaradott 8 darab szelektív hulladékgyűjtő szigetnek nevezett kiskakas szemétdombokat megszüntettük a közelmúltban, egyébként a Mohuval egyetértésben történt mindez. Jeleztük nekik, és egyetértettek ezen lépésünkkel, partnerek voltak benne. Két részre kell bontani a hulladékkezelés szentesen, hiszen vannak a társasházi tömbházas övezetek, illetve vannak a magánlakások, kertes ingatlanok. Ez utóbbiban abszolút semmilyen változás nem történik, hiszen minden háztartás, aki rendelkezik hulladékszállítási szerződéssel, kapott szentesen, díjmentesen, és egyébként hozzáteszem, hogy ez nem minden városban volt így, szentesen a Darek társulat révén minden háztartás díjmentesen kapott egy-egy 240 literes, elejében és döntő többségében sárga rikító színű hulladékgyűjtő edényt, majd a későbbiekben, amikor már ez fogyott, akkor van, aki más színűt kapott, például feketét, de nyilván a szelektív hulladékgyűjtés ezekben a háztartásokban megoldott. Nem fog jövőben különösebb problémát jelenteni a társasházi övezeteknél sem a szelektív hulladékgyűjtés, hogyha egyébként hasonlóképpen járnak el, mint ezek a kertesházas ingatlanok, hiszen azt nem tiltja semmi és senki, hogy a társasházak az egy-egy lépcsőház elé kihelyezett billenőfedeles kuka kommunális hulladékgyűjtő edény mellé kihelyezzenek egyébként az aktuális szállítási napon egy saját részükre vásárolt olyan edényt, amiben a szelektív hulladékot tudják gyűjteni. Egyetlen egy dolgot kérnék mindenkitől, és javasolnám a lakosságnak, az, hogy ezek is lezárhatóak legyenek, azoknak legyen ehhez kulcsuk, akik valóban ott laknak, azoknak legyen jogosultságot ebben hulladékot elhelyezni, akik oda tartoznak, vagy hogyha egyébként nagyon sok helyen létezik olyan, hogy lépcsőházi tároló, hogyha ezt az edényt oda bevisszük, és zárt ajtók mögött tároljuk, akkor az magába foglalja azt, hogy valóban csak az illetékes személyek tudjanak ebbe hulladékot elhelyezni.
Én úgy gondolom, hogy ha visszagondolunk arra, hogy a közel 20 szelektív hulladékgyűjtő szigetekből a megmaradott 8-nál milyen áldatlan állapotok uralkodtak, az, hogy ezt abszolút nem a szelektív hulladékgyűjtésre használták az emberek, hiszen ugyanúgy és ugyanannyi, sőt többlet munka volt egyébként a hulladék hasznosítást végző cégnek, mert a zöld üveg az nem a zöld színes üveges edénybe volt, a színes üvegesbe egyébként a papír, a műanyag, a fém, minden belekerült. Arról már ne is beszéljünk egyébként, hogy a lakásfelújítások során keletkező törött vécécsésze, széthullott zuhanykabin, üvegajtó, üvegablak, szigetelést biztosító, veszélyes anyagnak minősülő nikecel hulladék, és ezt nyilván hosszasan sorolhatnám, ezeknek a gyűjtőhelye lett több helyen a város központban is, ami tényleg áldatlan állapotot eredményezett. Ezen túlmenően egyébként rengeteg olyan kisvállalkozás helyezte ki a vállalkozásában keletkező hulladékot, ami szemmel láthatóan megállapítható volt, mondjuk a Horváth Mihály utcán, nem a Horváth Mihály, a Szent Imre Herceg utcán a gimnázium melletti szelektív hulladékgyűjtő szigetnél, hogy nem olyan túl életszerű az, hogy mondjuk egy magánháztartásból kikerüljön 100 olyan papírtálca, amin nem tudom én üveges italokat tárolnak 24-esével, és ebből egy méter magas kupac majd összedülve, és a szél fújja, és a többi. Ezeket úgy gondoltuk, és szerintem teljesen jogosan gondoltuk, így és egyébként a visszajelzések is ezt eredményezik, hogy persze vannak méltatlankodók, de legtöbb esetben ők a méltatlankodók, akik egyébként ezeket az áldatlan állapotokat előidézték. A Szentesváros lakosságának döntő többsége nagy örömmel fogadta ezt. Az, hogy egyébként az átállásban lesz-e valamennyi idő, természetesen lesz, az üveg visszaváltás kapcsán is. Nyilván kezdésként műanyagpalackok, valódi üvegből készült italos üvegek fognak visszaváltásra kerülni, illetve a fém dobozok. Ezeknek a visszaváltása már meg is kezdődött, az országban több mint 1300 helyen működik ilyen. Szentesen is több nagyobb kereskedelmi egységnél, nem akarom őket nevesíteni és reklámozni, de már működik. Az egy más kérdés, hogy a boltok polcain vajmi kevés olyan áru van, ami egyébként rendelkezik azzal a visszaváltást biztosító logóval, ami egyébként az automatába történő behelyezést biztosítja. Erre valóban az év feléig van lehetőség, tulajdonképpen mint egy moratórium, hogy megtűrtek a boltok polcain azok az edények, amelyek nem visszaválthatók. Onnantól kezdve a türelmi idő viszont megszűnik, és egyik napról a másikra csak olyanok lehetnek kint. És nem csak a nagyáruházakban várható egyébként ezeknek a palackoknak a visszaváltása, hanem a kis, úgy szól a rendelet, hogy a 400 négyzetméter fölötti alapterületű kereskedelmi egységeknél nem önkéntes, hanem kötelező jelleggel el kell helyezni. A 400 méter alattiaknál önkéntesen lehet szerződni a MOHU-val, és nem feltétlen muszáj, hogy ez automatás rendszerrel, hanem ugyanúgy is történhet, mint egyébként régen, az üveg visszaváltás mondjuk a ABC zöldséges részlegén, viszem a kis kosaramba, leadom, kapok egy kis cetlit, és azt, hogy pénzre váltom, vagy egyébként másmilyen árucikre, ez nyilván még nem tisztázott, vagy legalábbis számomra nem tisztázott, de előbb-utóbb, és én úgy gondolom, hogy nem is kell majd senkit győzködni arról, mert egy 2-3 hónapos költségvetés figyelembevétele után mindenki fogja azt látni, hogy amit idáig összegyűrtem, összetapostam, széttörtem és a kukába dobtam, az most egyébként a havi bevásárlásaim alkalmával 5-10, 15-20 vagy akár még több ezer forintba is kerül, amit palackonként 50 forintjával a kukába dobunk, és nem fogjuk beledobni. Az egy más kérdés, hogy idáig azt összeröztük, hogy tapossa laposra, hogy minél több férjen. Ez most nyilván megszűnik, mert ezekre azért gondosan vigyázni kell, ne sérüljön ez a visszaváltás biztosító kis embléma, mert különben a palaja az automata nem fogja ezt elfogadni. Én úgy gondolom, hogy Szentesvárosában továbbra is minden helyen és helyszínen biztosított a szelektív hulladék gyűjtése, annak leadása és kezelése. Az egyébként, amit képviselő úr jelzett, hogy a Berki hulladék lerakóba lehet kivinni, ön úgy fogalmazott, hogy kell. Nem kell. Ez egy további plusz lehetőség, amit egyébként a MOHU biztosít számunkra.
Ez arra az esetre értendő, hogyha mondjuk egy-egy ingatlannál egy éves, két éves, három éves nagy takarítás után kerülnek elő olyan mennyiségben szelektív hulladékok, amiket egyébként nem lehet egy hulladékgyűjtő edénybe kezelni, akkor arra van lehetőség, hogy ez díjmentesen és tökéletes nyitvatartási idővel ellátott hulladéklerakóban elhelyezzük. Én úgy gondolom, hogy ez a riadalom, ez most csak a változásnak köszönhető. Bízom benne, hogy a MOHU ígéreteinek megfelelően a jövőben jelentős változáson fog keresztül menni az idáigi NKHV ZRT-vel szemben. Én bizakodó vagyok, és arra buzdítom önöket is, hogy inkább nyugtassanak meg mindenkit, és keressük együtt a megoldásokat, keressük a lehetőségeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnézést, egy-két mondatot én is hozzáfűznék ez a kérdéshez. Tehát csak hagyj említsek meg néhány helyszínt, és ugye gondolatunkban járjuk végig, mondjuk Kovács János képviselő vonatkozásában a Jókai utcán a felső párté ABC, Kóp ABC előtti terület, ez úgyis megvan. Ha szembeállunk a beállat, akkor balkész felől egy 6-8 hónapja mit láttunk? Azt láttuk, hogy egy élelmiszer üzlettől 15 méterre szeméthegy van. Hogy lehet egy vásárló szemszögéből elfogadni azt, és továbbra is biztosítani, hogy ő egy élelmiszer áruházba megy be, de eltakarja gondosan a szemét itt balkész felől, hogy ne lássa azt, hogy egyébként majdnem egy szeméthegyen keresztül kellene átmenni. Ha most ott megyünk, én majd minden nap itt jövök el ezen az utcán, gyönyörű tisztaság van, és egy élelmiszerbolthoz megfelelő, kulturált körülményű parkoló. Az említésre került néhány perccel ezelőtt a Horváth Mihály gimnázium előtti rész. Egy-két hónapot tekintsünk vissza, mi volt ott? Egy szeméthegy, szemétdomb, soha meg nem szűnő szeméthegy és szemétdomb. Igen, többször kéne üríteni, ez a vonal is nagyon sok felé vezet, de mikor arra panaszkodik maga az ellátó, hogy egy napja ürítette ki, és csak arra várt, aki oda akart vinni két köbméter új szemetet, és másnap reggel már ugyanúgy nézett ki, mint az előtti délután, ez nem lett elégszer. Mondok másikat, Klauzál utca, ugye? Hányszor kaptuk meg azt, így mi város, szeméthegy, borzalom, patkányok, ANTS, vírus, betegségek, stb. Most gyönyörű szép tisztaság van. Bocskai utca, mi volt ott? Ugyanez volt, azt is sikerült megszüntetni. Munkás utca, a Hékédi temető bejárata mellett 10 köbméternyi szeméthegy állandó jelleggel. Tehát ezt mi nem akartuk. És csak annyit, ha már innen kerül fel, a 4. adventi vasárnapon Farkas Sándor miniszterhelyettes úrral közösen gyújtottuk meg a 4. adventi gyertyát, és én jeleztem neki, aki teljes mértékben egyetértett azzal, hogy a szeméthegyeket Szentes városában megszüntetjük. Én úgy gondolom, hogy bőségesen elmondott mindent a polgármester is, természetesen segítünk bármibe, amiben tudunk. A hulladék gazdálkodás, ezt világszinten látjuk, hogy nem gondoljunk az olasz állapotokra, nem könnyű megoldással bírnak. Én magam személyesen is bízok, hogy ezt a MOHU tudni fogja kezelni, mi pedig megpróbálunk segíteni azoknak az embereknek, akik a berki hulladékra lerakóhoz nem jutnak ki, de csak két ügybe azt hadd mondjam, hogy a lakossági részről üveg hulladékot, tehát üveg csomagolót, tehát magyarul üveget, nem bonyolítanám inkább tovább, a lakosság egészében korlátlan mennyiségben kivihet ingyen, és ugyanez a kartonpapír ügye is, tehát kartonpapírt korlátlan mennyiségben vihetünk ki a berki hulladéklerakóval, és még egy millió más terméket egyébként, és ráadásul még a MOHU azért nagyon sokat pozitív irányba változtatott a berki hulladékról. Egyrészt, hogy majd mindent átvesznek, csak mondok még egy példát, ami extrémebb egy kicsit, egy magánszemély egy évbe 10 tonert vihet ki a nyomtatójából. Itt azt hiszem mindannyiunknak becsületére válna, hogyha 10 tonert elhasználnánk egy évbe egy nyomtatóhoz. Ezt ingyen, és az a fölötti, mondjuk 11-től kezdődőt kell neki kifizetni. De amit a MOHU-ról akartam mondani, az az, és a nyitvatartásról, régen ebben is sok kritika is panasz volt, hogy olyan időpontban van nyitva a berki hulladékrakó, ami az embereknek a munkaidőjükbe esik, délután 4-5 óráig nyitva van, most a pontosat nem,
tudom, este 8-ig? Hétfőket szerdő este, déltől 8-ig. Déltől 8-ig, tehát azt hiszem, hogy van. Másik hétköznapokon megfordított, és még szombaton is délig nyitva van. Tehát valóban, aki egyébként a szemetet és a hulladékot szeretné megfelelő helyre lerakni, van lehetősége. De több üzlet van egyébként a városban, bent a városban, épp a központi ABC-vel szembe lévő üzlet is, ahol például a fénycsöveket ingyenesen le lehet adni. Tehát akarnunk kell mindannyian, hogy ezt ennél sokkal jobban csináljuk, és a legnagyobb szomorúság, ezt is elmondtam, hogy a Szelektív Szigetek ügye ide jutott 2023-ra, hogy egyszerűen akár közegészségügyi szempontból is, de meg kellett ezeket szüntetni, még egyszer, mert volt ebből már félreértés, természetesen nem saját szakállunkra csináltuk ezt, hanem a megbízott hulladékkezelő MOHU egyetértésével. Kérdezem tisztelt képviselőtársamat, hogy válasznak-e, ezt elfogadja esetleg? Nem. Tehát ragaszkodik a gondolataihoz. Hát akkor válaszolunk írásba ugyanezt. Szűcs Ildikó képviselőasszony. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim. A város ifjúsági politikája szerint nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalok jól éreznék magukat a városban. Ehhez kapcsolódik a két következő kérdésem. Informálódni szeretnék arról, hogy hol van a városban nyílt wifi lehetőség, illetve hol lehet a telefonokat tölteni alkalmasint. Úgy tudtam, hogy a Kossuth téren régen volt, de ott, mintha most megszűnt volna. Nagyon örülnék, hogyha erről egy részletes tájékoztatást kapnék, illetve hogyha erről a fiatalok is tájékozódnának, esetleg egy kis jelzéssel, hogy mi a wifi kód, hogy lehet, vagy hogy lehet rá csatlakozni. Nem tudom, hogy ennek mi a technikai megoldása, de nagyon jó lenne. Azt tudom, hogy a Művöldési Háznál van, illetve a Kossuth téren is van nyílt wifi, de esetleg van-e még a város többi részén. A Pumptrack pálya jutott eszembe, például, hogy akár ott is lehetne. Ez az egyik blokk. A másik egy kicsit kapcsolódik az előző kérdéshez, és furcsán is érzem magam, hiszen én decemberben feltettem egy kérdést azzal kapcsolatosan, hogy a háztartási üveghulladékot hova tehetjük, hiszen én úgy gondolom, hogy nem életszerű, hogy azzal kibiciklizzünk, vagy kiautózzunk a Berki lerakóhoz. És ami szomorú, ami eddig számomra megoldás volt, és lehet, hogy többünk számára is, de már nincs, az Aldinál például már nem lehet kidobni az üveghulladékot. A múltkor láttam, hogy nagy zacskóba oda tették mellé, ugye ott van két szemetes a bolt bejárata mellett, az egyik általános szemetes, a másikra pedig régebben rá volt éve, hogy üveg. Na most ez megszűnt, tehát oda sem vihetem ki a kiürült szörpös üvegeket, meg a befőttes üvegeket, amiket nem tudok megtartani, hogy van-e mégis arra lehetőség, hogy háztartási mennyiségű, tehát kevés, egy-két darab befőttes üveg, szörpös üveg, hogy azzal mit csináljunk. Mert én úgy gondolom, hogy felelős módon senki nem dobja bele sem a szelektív kukába, sem a kommunális hulladékba, de valahova, ha meg akarunk szabadulni tőle, valahova ki kellene tenni, vagy megoldást kellene erre találni. Az viszont nagyon jó, hogy a város megszépült, és ezek a borzalmas szeméthegyek már nem csúfítják a várost sehol sem. Úgyhogy erre jó lenne valami megoldást találni. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Úcs Lászlóné képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, egy levelet szeretnék elolvasni. A szociális és gyermekjóléti alapellátások pillanatnyi bérhelyzetének problémáiról. Közismert, hogy a szociális és gyermekjóléti ágazat bérszintje az egyéb közszolgáltató ágazatokhoz viszonyítottan évtizedek óta a legalacsonyabbak között található. A kormány által előírt bérek azonban 2024-re teljesen indokolatlanul, már megalázóan mértékben maradnak el más közalkalmazotti területektől. Az egyéb közalkalmazotti ágazatokban dolgozók, például a védőnök, pedagógusok, egészségügyi szakemberek, bölcsödei alkalmazottak, rendvédelmi dolgozók bérei
oly mértékben haladják meg az azonos képesítéssel rendelkező szociális és gyermekvédelemben dolgozókét, illetve a szakmát kiszolgáló pénzügyi szakemberekét, amelyre még soha nem volt helyzet. A bérhelyzetről egy kicsit. Még egy pedagógus bérét a végzettségtől függően 538 ezer és 1 millió 470 ezer között kell megállapítani, addig a szociális területen dolgozóknak 406 ezertől 633 ezerig közötti bruttó keresetet garantál a kormány. A pedagógus kezdőbér tehát 33%-kal haladja meg a szociális diplomás kezdőbért, míg a legmagasabban képzett nyugdíjjal előtt álló szakemberek esetében ez 242%. Közel 2,5-szeres jövedelemkülönbség a közszférában azonos képesítéssel és azonos jogviszony mellett. Azt hiszem, hogy ez mindenki furcsálhatja. De hasonló a helyzet más közalkalmazotti terület viszonylatában is. Azonos korú és végzettségű szakemberek 1-2-300 ezer forinttal is többet tudnak hazavinni, tehát a nettó bér, mint a gyermekvédelemben, például a gyermekvédelemben dolgozók. Természetesen nem az övéké a magas, hanem én úgy gondolom, hogy a szociális területi érthetetlenül alacsony. Ezek után egy táblázat lesz, de ezt nem szeretném felolvasni, majd szeretnénk úgy is tovább küldeni. Minden ágazatban, például rendvédelem, egészségügyi, köznevelés és intézmény komoly béremeléseket jelentettek be az elmúlt időszakban. A napokban például óvónők, pedagógusok számára 32%-ot, ugye a 24-es évre, 25-ös évre további 22% béremelést jelentetett meg a kormány. Ezt szeretném elmondani, ennek én nagyon örülök, szívből örülök, nem az övéké a magas, hanem a szociális szférában dolgozóké az alacsony. De a szociális ágazatban 3 éve volt utoljára béremelés. Azóta csak a legkisebb munkabér változásai okán emelkedtek 3-5%-kal a bérek a közel 20%-os infláció mellett. Mindez döbbenetesre álbér csökkenést, illetve a társszakmákhoz képest rendkívüli leszakadást eredményezett a szociális ágazatban és a gyermekvédelem területén. Úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen az azonnali és jelentős béremelés ebben az ágazatban is. A pótlékok is megalázóan gyengék és kevesek. Egy középvezetőnek bruttó 20 ezer forintot, egy igazgatónak bruttó 40-50 ezer forintot pótlékot biztosít a közalmazotti bérrendszer ezért a munkáért. Az ágazatban a pótlékok összege 20 éve nem emelkedett. Az óradíjak. A dolgozók óradíját nem a neki járó valós munkabérek, hanem a kötelező legkisebb munkabér alapján kell kiszámítani. Így egy túlóráért kevesebb díj jár, mint egyébként. Ennek úgy gondolom, ennek a következményeinek boncolgatása is messzire vezetne, a helyzet a jogszerűség határát erősen súrolja. Előmeneteli lehetőség. A közalkalmazotti bértábla szerinti besorolás alapján a szociális és gyermekjóléti területen dolgozó szakemberek szinte 100%-ának a garantált bérminimum alatt lenne a jövedelme, így azt minden dolgozó esetében, függetlenül a végzettségtől és a területen eltöltött évek számától, egységesen ki kell egészíteni a garantált bérminimum összegére, vagyis az alapbére mindenkinek a mindenkori garantált bérminimum. Ehhez hozzájön ugyanaz ágazati pótlék, az azonban csak minimális mértékben tud differenciálni a végzettség és a jogviszony időtartama alapján. Mindebből következik, hogy alig jelenik meg különbség az eltérő korú és végzettségű dolgozók összjövedelme között, így az előmenetel minimális szintű. Sok esetben 3 évente kötelező soros előrelépés 0 forint béremelést eredményez, csak a minimál bérre való kiegészítés mértéke csökken. Hasonló a helyzet a további szakképesítést sért járó összeg esetében is, ahol a dolgozó nem kaphatja meg a magasabb fizetési osztályhoz tartozó bérnövekvényt, az itt is az államhoz kerül, hisz a kötelező bérkiegészítés mértéke csökken ezzel az összeggel. A minimálbér emelésének százaléka csak részben tud érvényesülni az ágazatban. 2024-ben a garantált minimum 10%-os emelése csupán a szociális ágazatban 4-5%-os béremelést jelentett.
Egy szociális életpálya során a legkisebb diplomás bérnél legfeljebb 52%-kal magasabb bérszintet lehet elérni, még a pedagógus előmeneteli rendszerben 117%, azaz több mint a duplája. Egy diplomás szociális szakember kezdőként a kezdő pedagógus bérének csak 75%-át kaphatja meg, de ha az ágazatban fizethető legmagasabb béreket vizsgáljuk, akkor már a felét sem, csak 43%-át. A fenti okok miatt országos szinten nagyon sok a betöltetlen álláshelyek száma, folyamatosan emelkedik, már az ágazat szakember állománya kritikus szintre fog csökkenni, a megélhetési pálya elhagyók száma fokozatos és drasztikus emelkedést mutat. Jelentős a szakember állomány előregedése, míg a pályakezdő diplomás szociális munkások száma minimális, szinte nullának mondható. Új munkaerőt találni szinte csak más társintézményből való elcsábítással lehetséges. Az ágazat közelít a feladatellátás ellehetetlenülésé felé. Jelenleg a fenntartó és itt a Szentesi Önkormányzat próbál segíteni e helyzeten, például települési, kerületi pótlékbevezetése, kafetéria rendszer, stb. Azonban ez úgy gondolom, hogy nem az önkormányzat feladata, illetve az önkormányzat számára is nagy terheket jelent. Ez az ágazat feladata. Elkerülhetetlen tehát, hogy a kormányzat az ágazat bérrendszerének az elviselhetetlen szintről az átlagos kategóriájába emelje. Azaz minimum a jelenlegi pedagógus bérek 80-90%-át el kellene, hogy érjék a szociális diplomások bérei is, és egyéb képesítések esetében pedig az óvodai dolgozókéhoz hasonló mértékű bérfejlesztésre volna szükség. Én azt szeretném kérni, hogy a bajba jutott emberek, tehát azt szeretném mondani még, hogy a bajba jutott emberek segítésére esküdtek fel a szociális szakemberek, ápolják, gondozzák szeretteinket, gondoznak családokat, gyermekeket, időseket. Én tisztelettel kérem, hogy polgármester úr legyen szíves ezt a levelet eljuttatni a térség két országgyűlési képviselőjének, hogy szólaljanak fel a szociális szakemberek béremelése ügyében, és felajánlom a szociális szakemberek nevében, a helyi emberek nevében, hogy nagyon szívesen segítünk a bértáblázat kidolgozásában. Köszönöm szépen. Károly képviselő. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Agost Lászlóné által felolvasott levél teljes mértékben egyetértek, és ugyanúgy, mint a Magyar Tési úttal kapcsolatban tessék akkor eljuttatni ezt a levelet az országgyűlési képviselőknek. Én szintén Farkas Sándor országgyűlési képviselő miniszter helyettes úr segítségét szeretném elsősorban kérni. Mikor annak idején a Rigó Alajos Általános Iskola leégett, az egyik része leégett, akkor a város azonnal a segítségére sietett a tankerületnek, és átadta a Kossuth Lajos utcai volt óvodát, hogy ott tudjanak továbbiakban tanulni az intézménynek a gyerekei. A többszörös hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényeket igénylő gyermekeknek a nevelése nagyon mostra a körülmények között van. Ezen a fórumon is többen és többször is már interpelláltuk, felszólaltuk ez ügybe. Szeretném, hogyha az országgyűlési képviselő úr segítene abba, mivel a tankerület a fülebocsát mozgatta egyszer se az interpellációkra, hogy azt az intézményt hozzák helyre, újítsák fel, ahol az oktatást továbbiakban el lehetne végezni, és a gyerekek normális 21. századnak megfelelő körülmények között tanulhassanak. A másik interpelláció pedig az, hogy a Dezsőfi soron élők azt kérték a Köves út szélessége miatt, mivel csak egy gépjármű fér el azon az úton, hogy egyirányítsák ezt az utcát. Előző év elején írásba fordultak a műszaki irodához, erre választ nem kaptak, megkerestek engem. Október hónapban az irodavezető asszonnyal leültük, megbeszéltük, és azt az ígéretet kaptam, hogy felmérés végez, hogy az ott élők hogy reagálnak rá.
Ezügyben még további intézkedés tudomásom szerint nem történt, és az lenne a kérésem, hogy megvalósulhat-e az, hogy a Dezsőfi soron egyirányú legyen az utca az ott élőknek a igényének megfelelően. Köszönöm szépen. Pásztor Antal képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. Nekem a kérdésem, az interpelláció az lenne, hogy Kizsigmond utca, Balogh János utca, sarok és visszafele a temetkezési vállalat irányába, jól emlékszem, Kizsigmond utca 6-nál a kerítés kifele dől, le van zárva, járda már sok-sok hete, és jelezték, hogy se babakocsi, nem nagyon férnek úgy el, ráadásul elég nagy forgalma a Kizsigmond utca, tehát nem nagyon lehet ott kitologatni. Én ezt kérném, hogy valami megoldás, vagy ott mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy ott ezt relegáljuk már. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dr. Ébeli Szabó Tamás képviselő úr. Köszönöm, tisztelt polgármester úr, képviselőtestület. Amiről kapcsolatosan interpellálnék, az egy régebbi esemény, ugye a sajnálatos módon a dr. Pap László sportcsarnok leégett, és annak kapcsán még a újabb megépítésének a dolgai még folyamatban vannak, de azt gondolom, hogy ezt az ügyet még valamilyen szinten a város sem zárhatta le, illetőleg a konzekvenciáját le kell, hogy vonjuk. És azt szeretném kérdezni, hogy ezen tűzeset kapcsán a város tulajdonában lévő intézmények, épületek kapcsán megtörtént-e a biztosítási szerződések felülvizsgálata, mert úgy emlékszem, hogy a sportcsarnoknál igen nevetséges összegre volt biztosítva a sportcsarnok, és elkerülendő egy ilyen nehéz helyzetű dolog után még helyreállítást is fizetni a városnak, amennyiben nem jó a biztosításunk. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, az interpellációs napirendet lezárom. Hármas számú napirendi pontunk a város különböző részén lévő telkek ingatlanok értékének meghatározása, a lejárt értékesítési árak újbóli meghatározása, témafelelőse Bálint Ágnes, Labádi Fébert Andrea. Irodavezető asszonyt kérném meg az előterjesztés rövid bemutatására. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Szentesváros Önkormányzat képviselőtestülete minden év elején kijelöli azokat az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, amelyeket értékesíteni szeretne, és ezeknek meghatározza az értékesítési árát is, mely árak értékbecsés alapján aktualizálásra kerülnek, és minden következő év február végéig érvényesek. Ezek a kijelölt ingatlanok két csoportba sorolhatóak, vannak a 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok, és vannak az úgynevezett vegyes tulajdonú ingatlanok. A 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok általában ipari parkon kívüli beépítésre szánt területek, és más egyéb jellegű ingatlanok, mint például az ártéri erdőtagok. A vegyes tulajdonú ingatlanok pedig olyan ingatlanok, ahol a terület, az udvar rész az önkormányzat tulajdonát képezik, a felépítmények azonban magánszemélyek tulajdonában vannak. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a szokásos módon az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat meghozni szíveskedjenek. Köszönöm szépen irodavezető asszonynak. A Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az 1D pont alábbi kiegészítésével. Szentesvárosi önkormányzata keresse meg a Kiskunsági Nemzeti Parkot és a Zsup-szigeten található önkormányzati ingatlanokat ajánlja fel cserére az államnak, a magyar államnak. Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, kérdezem a tisztelt képviselő testületet, kérdése kinek van? Jelentkezőt nem látok, véleményt ki szeretne nyilvánítani? Jelentkezőt nem látok, aki a módosított határozati javaslatot támogatja, azt kérem igen szavazatával jelezze. Köszönöm szépen!
13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett képviselőtestületünk egyhangulag elfogadta 4-es számú előterjesztésünk Szentesváros kulturális stratégiájának felülvizsgálata, módosított Szentesváros kulturális stratégiája mellékletként. Téma felelőse Vidovicsné Molnár Zsuzsanna, őt kérném meg, hogy röviden tájékoztassa a képviselőtestületet az előterjesztés lényegéről. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, Szentesváros önkormányzata 2017-ben alkotta meg kulturális stratégiáját. A felülvizsgálat azért vált esedékessé, mert az eltelt időszak alatt jogszabályi változások telephelyek tekintetében és nyújtott szolgáltatások tekintetében történtek változások. Természetesen a felülvizsgálat megalkotásába bevonásra kerültek Szentes kulturális életének szereplői, megkeresésük, javaslataik és változtatási, módosítási javaslataikat az anyag elkészült felülvizsgálat tartalmazza. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van? Jelentkezőt nem látok, a Művelődési Bizottság tárgyalta az előterjesztés elfogadásra javasolja. Véleményt ki szeretne nyilvánítani? Szűcs Ildikó képviselőasszony. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Ezúton szeretném megköszönni a helyi kulturális élet szereplőinek a munkáját és együttműködését a felülvizsgálat elvégzésében. Ez az elkészült dokumentum nagyon jól tükrözi az elmúlt időszak változásait, és büszkék lehetünk a város gazda kulturális életére és az ezért dolgozó szakemberekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselőasszonynak. További jelentkezőt nem látok. Kérem a tisztelt képviselőtestület, aki a határozati javaslatot támogatja, azt kérem igen szavazatával jelezze is ezt. Köszönöm szépen. Képviselőtestületünk egyhangulag 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 5. napirendi pontunk, jogi és ügyrendi bizottság beszámolója 2019. november 18 és 2023. december 11-e közötti időszakban a jogi és ügyrendi bizottság ezt a beszámolót elkészítette. Elnök urat kérdezem, akar-e hozzáfűzni? Köszönöm, nincsen. Tisztelt képviselőtársaim, az előterjesztés az kérdés, akinek van. Jelentkezőt nem látok. Véleményt ki szeretne nyilvánítani? Jelentkezőt nem látok. Aki a határozati javaslatot támogatja, már hogy elfogadjuk a tevékenységről szóló beszámolót, azt kérem szavazatával jelezze. Köszönöm szépen. 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett képviselőtestületünk egyhangulag a beszámolót elfogadta. 6. napirendi pontunk, 6. számú napirendi pontunk, a pénzügyi és tulajdonosi bizottság beszámolója az elmúlt évekről. Móra József elnök urat kérdezem, hogy van-e kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban. Köszönöm szépen, akkor Móra József képviselőnek adnám meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, ami a beszámolóból kimaradt, habár úgy gondolom, hogy a beszámoló elég szépen részletezi azt, hogy a bizottságban milyen munka folyik. De én itt szeretném külön megköszönni azoknak a munkatársaknak, akik a pénzügyi csoportban az előterjesztéseket előkészítik, és nekünk ezt gyakorlatilag véleményezésre átadják, hogy ilyen magas színvonalú munkát végeznek a költségvetéssel kapcsolatosan,
amit tapasztaltunk. A könyvvizsgálóasszonynak szintén köszönet jár, hogy a bizottsági üléseken a bölcs és nagyon megfontolt véleményét már a tervezés időszakában is, valamint egész évben a költségvetéssel kapcsolatosan elénk tárja. És nem beszélve azokról az intézményvezetőkről, azokról a KFT ügyvezetőkről, akik szintén a képviselőtestületnek, illetve a bizottságnak az elképzeléseit apró pénzre váltják, és gyakorlatilag a város működtetésében jelentős szerepet vállalnak. Azt gondolom, hogy ha megnézzük a beszámolót, akkor a bizottság tagjainak is külön köszönet jár, mert a bizottságnak egyetlen olyan bizottsági ülése nem volt, amelyik ne lett volna határozatképes. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottság tagjai nagyon felelősségteljesen végzik azt a rájuk bízott feladatot, amivel a képviselőtestület a bizottságot megbízta. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Látva az elmúlt évi számokat és az idei gazdasági folyamatokat, mint tulajdonosi bizottság elnöke, tisztelettel javasolnám polgármester úrnak, hogy a gazdasági társaságoknak az ügyvezetői javadalmazását 10%-kal emelje meg a képviselőtestület, illetve járuljon hozzá a képviselőtestület, hogy emelkedjen a javadalmazásuk, ugyanis az elmúlt időszakban az úgynevezett premizálás az teljesen elmaradt, és gyakorlatilag, ha megnézzük a város működésében betöltött jelentős szerepüket, és azt a munkát, amit elvégeznek, én úgy gondolom, hogy számukra ez a kis bérrendezés, ez mindenféleképpen szerencsés volna. Nem mérhető ez össze azzal a munkával, amit elvégeznek. Tisztelt polgármester úr, ezzel a kiegészítéssel javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra a pénzügyi és tulajdonosi bizottság beszámolóját. Köszönöm szépen. Elnök úrnak a hozzáfűzött gondolatait és a rövid összefoglalóját az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdezem, a tisztelt képviselőtestületet kérdése kinek van? Jelentkezőt nem látok, véleményt ki szeretne nyilvánítani? Jelentkezőt nem látok, tisztelt képviselőtársaim! Az eredeti határozati javaslatunk még akkor szám nélkül Szentesváros önkormányzata képviselőtestülete a pénzügyi és tulajdonosi bizottság beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. Emlékeztetni szeretném önöket a polgármester feladataira az SMS-ünk szerint az MÜTV 48. szakasz J pontja, mely szerint a polgármester feladata javaslatot tesz Szentesváros önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek javadalmazására. Ugye alapvető az, hogy az üzleti terv megtárgyalása után a következő hónapban van erre lehetősége, ez ugye decemberi hónapban volt. Így természetesen elnök úr gondolatait akceptálva javaslatot teszek, és kiegészíteném még 3 határozati ponttal. Tehát az 1-es számú határozati pont lesz az előbb, amit felsoroltam, tehát a beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Második pontként a képviselőtestület a Szentes Élet Kft., a Szentes Városi Szolgáltató Kft., a Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. Ügyvezetőinek személy alapbérét 2024. január 1-től 10%-kal emeli. 3. A képviselőtestület a Szentesi Időlőközpont NKFT ügyvezetője személy alapbérének 10%-os emelését javasolja 2024. január 1-től. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szentesi Időlőközpont NKFT taggyűlésén Szentesváros önkormányzatának képviseletében a Szentesi Időlőközpont NKFT ügyvezetője személy alapbérének emelését ennek megfelelően képviselje. 4. Pont. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a személy alapbérek módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Tisztelt képviselőtársaim, döntéshozatal következik, aki dr. Éberi Szabó Tamás képviselő. Köszönöm, polgármester úr. Most jogászként mondom ezt nyilvánvalóan, mert mindig az szokott előjönni, hogyha valaminek a kifizetéséről próbálunk dönteni, akkor forrását is meg kellene jelölni, és azt gondolom, hogy egy bizottsági beszámoló mögé nem lehet betenni egy ilyen béremelést. Ez nem azt jelenti, hogy nem értenék egyet a ügyvezetőknek a díjazásának a megemelésével, de nem ennél a napirendi pontnál kellene ezt megtárgyalni, ezt egy önálló előterjesztés kapcsán kell a képviselőtestületnek egy határozatban megtárgyalnia majd a későbbiekben, nem pedig így, mert akkor gyakorlatilag bármilyen indiferens kérdés kapcsán egész másról is lehetne határozni a képviselőtestületnek, ezért van SMS-ünk és jogszabályunk az ilyenekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bár ez ügyrendi kérdésben fordult képviselő úr, de gyakorlatilag az SMS-ünk kimondja azt, és nem jelöli meg, hogy írásban vagy szóban, tehát szóbeli előterjesztésként, szóbeli javaslatként most is dönthet erről a képviselőtestület. Még egyszer mondom, az SMS-ünk azt is kimondja, hogy az üzleti tervek elfogadási utáni ülésen dönthet a javadalmazásáról az ügyvezetőknek. Múró József képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársam, mivel gazdasági társaságokról lévén szó, a gazdasági társaságok saját költségvetésükből kell, hogy fedezzék ezt a béremelést. A központi költségvetést ez csak abban az esetben érinteni, hogyha a költségvetésbe a társaságoktól, a társaságok nyereségének egy jelentős részét elvonnánk. De mivel ez a korábbi években sem volt gyakorlat, ezért úgy gondolom, hogy a gazdasági társaságoknak ismerve a gazdasági társaságoknak egyrészt az üzleti tervét, másrészt pedig az előző évi bevételeiket, ugyanis a harmadik negyedévi beszámolóban már látszott az, hogy gyakorlatilag a gazdasági társaságoknál is költségtakarékosan és rendkívül előrelátóan gazdálkodtak. Így én azt gondolom, hogy a 2024 évi üzleti tervük biztosítékot ad arra, hogy ezt a bért ők ki tudják fizetni. Köszönöm szépen! Köszönöm, tisztelt képviselőtársaink. Antal Balázs Tibor képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Lehet, hogy valami elkerült a figyelmem is, és elnézést, hogy kérdés vagy vélemény formában próbálom megfogalmazni. Terébeli képviselő úr, elnök úr részéről volt, hogy ezt egy külön napi rendi pontba kellene behozni. Nem annyira követem most a jogszabályokat, és nem annyira követem, hogy kinek milyen béremelés volt, de ma már többször érintettük, a Szociális Bizottság elnök asszonya is kifejezte a beli szándékát, hogy a szociális szférában jelentősen alul maradtak a fizetések. Én gondolom, és nem akarok fogadatlan provokátor lenni, azt is át kellene gondolni, teljes mértékben egyetértek a polgármester úrra, abban, hogy az ügyvezetőknek legyen meg az a 10%-os emelés. Ez egyiknél 100 ezer forint, a másiknál 50 ezer, most nem akarok itt ebbe belemenni, kinek mi a fizetése ahhoz. Én úgy emlékszem, hogy 2019 előtt volt utoljára a hivatali dolgozóknak béremelése. Még a mi időszakunkban volt, egy kiegészítést tettünk be. Polgármester úr, én arra kérem önt, hogy becsülje meg a hivatali dolgozókat, és azokra is dolgozzanak ki a költségvetésig. Egy olyan javaslatot tegyen le az asztalra, amiben a hivatali dolgozóknak is egy jelentős emelés, vagy egy olyan emelés lesz, ahol tudja még biztosítani az élet feltételeit, mert jelentős infláció volt, és már a hónapra jönnek a dolgozók. Gondoljon ő rájuk is, és ezt kérem öntől, hogy ezt fontolja meg. Köszönöm szépen, polgármester úr. Köszönöm szépen, képviselőtársam. Ha most hátra nézne a hivatali dolgozók, én úgy gondolom, hogy teljesen jogos és jó a gondolat. Minden évben történik az alapilletmény emelés, ami
sajnálatos módon, ha jól emlékszem, 2008 óta nem történt meg. Ugyanaz, és javítsanak ki, vagy bólogassanak, főleg a pénzügyi iroda vezetője, az illetmény alap az 38.650 forint. Ennyire foglalkozok egyébként az üggyel, hogy forintra pontosan meg tudom mondani, hogy mi az az illetmény alap, ami 2008 óta nem került változtatásra. Ehhez képest valóban egyébként a képviselőtestületünk, Szentesváros önkormányzata minden évben próbál ezen segíteni, hogy valóban egy anyagilag is és erkölcsileg is egy elismerhető és megélhető munkahely legyen Szentesváros önkormányzata. Nemrégiben a szakszervezet fordult béremelési tárgyalások kapcsán hozzám, illetve természetesen, mivel a hivatal dolgozóiról van szó, így dr. Döbrösiné Seres Ilona jegyzőasszonyhoz. Jegyzőasszonynal néhány nappal ezelőtt, bocsánat, most egy kicsit összefolynak a napok, mert én vasárnap is majd egész nap itt voltam bent. Néhány nappal ezelőtt a szakszervezettel leültünk tárgyalni, és a számukra egy igen kedvező és nagyon elfogadható alapilletmény emelést hajtottunk végre. És ha már itt az infláció szóba került, mert mindannyian járunk boltba, vagy vásárolunk akármit, és megfizetjük mondjuk a 27%-os áfa mellé a tavalyi évben azt a közel vagy több mint 20%-os inflációt is, és akkor nem az élelmiszer inflációról beszélek, amely a tavalyi évben itt-ott elérte a 68%-ot is. Ezáltal valóban mondjuk az ügyvezetők munkabérének vagy díjazásának a növelése 10%-a, az elég jól alatta marad csak a tavalyi évi inflációnak is, és van olyan ügyvezetőnk egyébként, aki 2018 óta egyetlen forint emelést nem kapott, tehát 2018 óta. Minden esetre én abban mindenképpen szeretném önt is megnyugtatni, hogy a hivatali dolgozók úgy gondolom, hogy az anyagi elismerés lehetőségeit mind a múlt év végén, mind ebben az évben is élvezni fogják, mert hogy teljesen egyhangulag fogadták el azt az ajánlatot, amit mi tettünk. Úgyhogy nem látok ebbe különösebb problémát, de minden esetre valóban a cél az, nem a végső cél, hanem a folyamatos cél az, hogy ez az épület, ami Szentesváros önkormányzatának hivatala, ide belépve, itt dolgozva sokkal jobb hangulat is lehessen, mint az 10-15-20 évvel ezelőtt elmondható volt. Valóban őszintén, mind erkölcsileg, mind anyagilag is elismerve az itt dolgozó munkatársokat, azt azért meg kell jegyeznem, hogy itt ebben a hivatalban 68 fő dolgozik, és a magyar állam ebből 51,5 főt ismer el, és ehhez ad normatívát, de ebbe a normatívába nem az 51,5 fő bér és járulék költsége van, hanem az összes dologi kiadás is, amit a magyar állam Szentesváros önkormányzata hivatalának szán. Tehát bőségesen fölül teljesítjük, legalábbis igyekezünk, mint amit a magyar állam a közigazgatási rendszer alrendszerére egyáltalán szán. Dr. Ébeli Szabó Tamás képviselő. Köszönöm. Én azt javasolnám, hogy visszatérve az ügyrendi javaslatomhoz, hogy ne a bizottsági beszámolóban legyenek ezek a kérdések megszavazva, hogyha erre önálló indítványt lehet tenni, akkor az legyen egy más előterjesztéssel, más sorszámmal megtárgyalva, de nem egy bizottsági beszámolóba emeljünk már bért, mert ez elég nonsensz, én azt gondolom. Nem nonsensz egyébként, mert valóban a pénzügyi és tulajdonosi bizottság elnökének beszámolójához tartozik ez, de konkrétan is gyorsan át tudjuk hidalni ezt a kérdéskört, mert hogy maradjunk akkor abba, hogy a pénzügyi és tulajdonosi bizottság beszámolójának határozati javaslata az a pont, amit legelőször felolvastam, erről is külön tudunk szavazni, és az én indítványom az pedig akkor kap egy külön határozati javaslatot, amely akkor már 1-es, 2-es és 3-as pontban lesz ellátva. Tisztelt képviselőtársaim, Móra József képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, és legyen a
az előterjesztés 7/1-es. Előterjesztés, és vagy 6/1-es. Elnézést kérek, a beszámoló mellett szóbeli előterjesztés alapján 7/1-es, és vagy 6/1-es, és akkor innentől kezdve megvan mindennek a megfelelő módja, amit én azt gondolom, hogy képviselőtársam elfogad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vitát egyúttal le is zárom. Tisztelt képviselőtársaim, egyetértve, hogy egy szóbeli előterjesztés keretében 6/1-es napirendi pontként tárgyalva az én javaslatomat, a polgármesteri javaslatot, először is kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, aki a tárgysorozatba felveszi a 6/1-es napirendi pontot, azt kérem szavazatával jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangulag 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett társorozatba vette föl a képviselőtestület. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, aki a 6-os napirendi pont a pénzügyi tulajdonosi bizottság beszámolóját elfogadja, azt kérem szavazatával jelezze ezt. Köszönöm szépen, 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett képviselőtestületünk egyhangulag támogatta. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, aki a 6/1 szóbeli előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazatával jelezze. Köszönöm szépen, 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, ilyenkor mondja az irodalom, hogy sok hűhó semmiért. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim. 7-es számú napirendi pontunk a szünet előtt. Szentesváros Hajléktalan Segítő Központja intézményvezetői állásának pályázati kiírása. Ügyintézője Csákné Kis Regina, őt kérném meg pályázat kiírásának részleteinek taglalására a tisztelt képviselőtestület számára. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, tisztelt képviselő, tisztelt jegyzőasszony, Szentesváros Hajléktalan Segítő Központjának magasabb vezetői állására pályázatot kell kiírni, mivel a jelenlegi vezető megbízása május 31-én lejár. Ez a pályázati kiírás, ez kötelező, ezt a munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki, jelen esetben a képviselőtestület a munkáltatói jogkör gyakorlója, ezért kellett most behoznunk a testület elé a kiírást, ami a közszolgáláson lesz közzétéve, a közszolgáláson kötelező adattartalommal. Ezzel a testületi előterjesztéssel egyidejűleg a beérkezett pályázatok elbírálására egy szakmai bizottságot kell majd felállítani, és erre is kérem majd, hogy a határozati javaslat alapján döntsenek a tisztelt képviselők. Köszönöm szépen, más nem. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, a Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a pályázati kiírást. Még egyszer azt hagy erősítsem meg, hogy maga a pályázat kiírás, ezt fel kell tölteni természetesen az elmondott felületre, ezen változtatni nem lehet. Tisztelt képviselőtársaim, kérdésekinek van. Jelentkezőt nem látok, véleményt ki szeretne nyilvánítani. Jelentkezőt nem látok, aki a határozati javaslatot támogatja, azt kérem igen szavazatával jelezze. Majd nem láttam, hogy mit szavaztunk. Igen. Jó, bocsánat, igen, a nagy kijelző van nálam, nincs. 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a képviselőtestület egyhangulag
a határozati javaslatot támogatta. Tisztelt képviselőtársaim, kettő napirendi pontunk van a nyílt ülésben. Bólogasson mindenki, aki szeretne még. Jó, köszönöm szépen. 8-as számú napirendi pontunk védőnői ellátással kapcsolatos megállapodás jóváhagyása. Téma felelőse Lencsiné Szalontai Mária. Őt kérném, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, mint ismeretes 2023. július 1-től a védőnői ellátás az önkormányzattól a Szegedi Tudományegyetemhez került. A jogszabály egyértelműen fogalmazott a feladatellátással kapcsolatosan, hiszen kimondta, hogy az önkormányzat az eddig a védőnői ellátáshoz használt ingatlan és ingó eszközeit ingyenesen kell, hogy átadja a feladatellátást elvégző tudományegyetem részére, amelyről megállapodást kell kötni. Hosszú egyeztetések alapján alakult ki ez a végleges megállapodás tervezet, amely most a tisztelt képviselőtestület előtt van, és mindkét fél számára teljesen elfogadható. Ezért kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy támogassa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van? Jelentkezőt nem látok. Véleményt ki szeretne nyilvánítani? Dr. Ébeli Szabó Tamás képviselő. Köszönöm, tisztelt képviselőtestület. Én azt javasolnám a határozati javaslatok kapcsán az első pontnál, hogy a képviselőtestület nem tudomásul veszi, hogy majd gyakorlatilag Magyarországon egy jogszabály rendez egy jogi helyzetet, hanem megállapítja, hogy ez így történik. És ugyanez igaz a másodikra is, hogy nem tudomásul veszük ezt a jogszabályt, hanem esetleg rögzítjük, hogy ez az iskolai egészségügyi szolgáltatást a továbbiakban is az önkormányzat gondoskodik majd róla. Tehát a tudomásul vételt én javasolnám kivenni, és helyette a megállapítani, illetőleg a rögzíti szót használni. Ez lehet, hogy megint feleslegesnek tűnik polgármester úr részéről, de az előzőnek is azt gondolom volt eredménye, mert az SMS szerint jártunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pásztor Antal képviselő. Köszönöm polgármester úr, nekem lenne több felvetésem. Egyszer ugye kettő autó volt a védőnőknél, és én kérdezném, hogy a fehér Opel Astrával mi történt, a másiknak megtudtam a sorsát, mert csak azért is kérdezem, utána továbbfejtve a gondolatomat, hogy ugye itt lehet látni a leírtaknál, hogy kerékpár, 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 és én tudom azt, hogy külterületi részek is vannak, és ha jól az információ, olyan védőnő is van, akinek nincs jogosítványa, tehát ezzel kapcsolatban kérhetek egy kis tájékoztatást, mert azért csak a szentesi lakosokról és a messzebb lévő gyerekekről is szó van. Még itt szeretnék, ha már itt van, akkor a tejbegyűjtéssel kapcsolatban, hogy akkor ezt a védőnök végzik-e. Lenne az első mellékletnek a végén a védőnői személyi leltároknál az utolsó szemét, én már úgy tudom, hogy áthelyezték. Legfeljebb ezt, hogyha módosítva lenne utána nézve. És utána a második számú mellékletnél van a második, harmadik pont, tulajdonképpen a harmadik, második pont egybe, ugye ott a karbantartási dolgok vannak felsorolva, és hát ugye a végén az van, stb. Most nem tudom, hogy ott akkor, ha valami, akár most megkérdezem a tisztítószerekkel kapcsolatban mi van. Tehát akkor ott elindul egy vetekedés, hogy a tisztítószereket ki fogja vásárolni, vagy pedig ott lezárunk. Nekem jobban lenne mondjuk egy összeg szerepelni, és akkor nem az lenne benne, hogy akkor stb. És akkor egy vita fórum elindul, hogy akkor az kinek a mi feladatunk, vagy a védőnői részen a feladat. Tehát konkrétan itt rákérdeznék akkor például egy tisztítószerekkel kapcsolatban mi van, és ugye szerepel még utána a takarítás is valamelyik oldalon. Én meg rákérdeznék, hogy például a mosással mi van. Tehát akkor azt ebben az esetben a függönyöket, törölközőket, azokat a védőnői részen fogják megoldani, vagy az a mi feladatunk lesz. Ennyi lenne. Köszönöm szépen.
Mindenképpen mielőtt majd válaszadásra visszadnám a szót az autók vonatkozásában, hadd nyilatkozzak, ugye volt egy Lada Niva nevű autó, illetve egy Kombi G Astra, Opel Astra autó. Ugye mind a kettő SIX tulajdonban volt, a G Astra, az Opel az SIX tulajdonban maradt, tehát autót nem kellett átadnunk, illetve a Lada Niva az viszont itt önkormányzati tulajdon lett, és a közletfelügyelet használja. Válaszadásra visszaadnám a többi kérdésbe Lencséni Szalantai Máriának a válaszadás jogát. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőt, tisztelt Pásztor Antal képviselő úr, akkor a gépkocsira polgármester úr megadta a választ. A személyi életár vonatkozásában tetszett említeni, hogy már van olyan védőnő, aki nem, vagy áthelyezték. Természetesen ez a megállapodás a 2023. július 1-i állapotot rögzíti, tehát hogy azóta mi történt, azt már ezzel nem tudjuk követni. Az anyatejgyűjtővel kapcsolatosan az változatlanul önkormányzati feladat maradt, tehát azt az önkormányzatnak kell a továbbiakban is biztosítania. Azt, hogy miket és hogy fognak számlázni, azért most van itt egyébként ez a megállapodás, mert nagyon hosszan próbáltuk ecsetelni és levezetni azt, hogy kinek mi a feladata. Természetesen én azt gondolom, hogy a tisztítószereken nem fognak összeveszni, az a satöbbi pontosan azt jelzi, hogy még a satöbbibe beletartozhat az is, de tételesen nem került felsorolásra az összes olyan szolgáltatás vagy eszköz, amit majd le kell, hogy számlázzanak. A szolgáltatás keretében belül pedig csak a takarítónő bére az, amit konkrétan meghatároztak ebben a megállapodásban. És azt gondolom, hogy a függönymosás is abba a kategóriába tartozik, amin biztosan nem fognak majd összeveszni az intézmények. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, irodavezető asszonynak. Bocsánat. Agócs Lászlóné képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a Szociális Bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, illetve a jogi bizottság is megtárgyalásra alkalmasnak javasolta. Tisztelt képviselőtársaim, egyéb véleményre jelentkezőt már nem látok. Elfogadva dr. Ébeli Szabó Tamás képviselő módosításait, határozati javaslat első pont képviselőtestület megállapítja, hogy az egészségügy alapellátáshoz szóló törvény, illetve második pont a képviselőtestület rögzíti, hogy az EATV szerinti az iskola egészségügyi feladatok biztosításáról szóló pont. Tehát a két szó módosítását. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, aki ezekkel a módosításokkal a határozati javaslatot támogatja, az szavazatával erősítse ezt meg. Köszönöm szépen, szavazatunk egyhangú 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett. 9-es egyben utolsó nyíltüléses napirendi pontunk, településrendezési tervekben jelölt szabályozási vonalak felülvizsgálata, Takács Gábor Szentesváros főépítésze. Kérem röviden összefoglalni az előterjesztés lényegét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a településrendezési eszközökben jelölt szabályozási vonalak azok a piros vonalak, amikkel telekhatárokat lehet létrehozni, megszüntetni, módosítani. Ezeknek a fölvizsgálata 7 évenként jogszabály szerint kötelező, ennek a megerősítéséről szólna a mostani döntés. Természetesen amennyiben ezekkel a szabályozási vonalakkal gond volt, akkor minden esetben módosítással élhetett a tulajdonos, illetve aki az adott ingatlannal jogosult volt rendelkezni. Ez így volt legutóbb decemberben is, amikor több ilyen módosítást is elindított a testület. Köszönöm szépen a főépítész úrnak az összefoglalóját. Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek? Jelentkezőt nem látok, véleményt valaki szeretne nyilvánítani? Jelentkezőt nem látok, tisztelt képviselő társaim, aki a határozati
Igen, a Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés, így most már mindösszességében, aki a határozati javaslatot támogatja, az kérem szavazatával jelezze. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Egyúttal köszönöm szépen a televízió előtt nézőknek és a kedves érdeklődő állampolgároknak, hivatali dolgozóknak, a nyílt ülést bezárom. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Görgethető. Gördülékenyebb. Görgető. De jó pofa! Bizony az! A görgethető mobilnetes Go csomagokban megmarad az adat. Amit nem használtál fel, tovább viheted a következő hónapra. Válaszd a Go Easy Plus csomagot, és görges kedvedre 20 GB-ot. Vodafone. Nekem is kell... Kormányzati információ. 2024-ben új intézkedések lépnek életbe. A gyermeket vállaló családok számára elindul a CSOK Plusz, amelyet új lakásvásárlásra és lakásbővítésre is lehet igényelni. A rendkívül kedvező 3%-os hitelösszege az 50 millió forintot is elérheti a vállalt gyermekek számától függően. Tovább bővül a falusi CSOK. A támogatást az 5000 fő alatti településeken lehet igénybe venni, új ház építésére és vételére, vagy használt ingatlan vásárlására is bővül. A gyermekek számától függően a támogatás 15 millió forintig terjedhet. Újra emelkedik a minimálbér és a szakmunkás minimálbér. A minimálbér 2010-hez képest a 3,5-szeresére nőtt. A kormány azért dolgozik, hogy a mostani rendkívüli időszakban is minden segítséget megadjon a magyar családoknak.